Szeretettel köszöntöm a testvéreket Pál apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Zsoltár énekléssel kezdjük meg Isten tiszteletünket. Énekeljük a 130. Zsoltárunk első versét. A 130. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább a mi Istenünket, és énekeljük a 158. dicséretünk első három versét. A 158. dicséretünk első verse így kezdődik, hagyjad az Úr Istenre te minden utadat.
a mi segítségünk, és Isten tiszteletünk további megáldása, megszentelése jöjjön attól az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére olvasom Istennek igéjét, Jeremiás próféta könyvének első fejezetéből, a 4. verstől a 10. versig. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyám méhében, már ismertelek. És mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam. Ó, Uram, Uram, hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem. Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megszentellek. Így szólt az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Isten tegye áldottá a hallott igét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem gyümölcstermői, megtartói is legyünk. Hajtsuk meg fejünket, emeljük fel szívünket a mindenható Istenhez, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, mert jó pásztor vagy. Köszönjük gondviselő szeretetedet. Köszönjük, hogy ott is védesz bennünket, ahol nem gondoljuk. És olyan sok ajándékot kínálsz, amiről nem is tudtunk. Bocsáss meg, ha oly sokszor nem kellenek nekünk ajándékaid. Bocsáss meg, ha eltelt ez a hét is úgy, hogy csukva maradt a Bibliánk, vagy csukva maradt a szívünk a Te igéd előtt. Bocsáss meg, ha még mindig azt gondoljuk, Úr Jézus, hogy nálad nélkül is cselekedünk, bármi is a mi hasznunkra történik. Bocsáss meg, hogy a szívünk mélyén ott a sok büszkeség, ellened való lázadás, veled szembeni közöny és bizalmatlanság. Légy áldott azért, ha időről időre lelepezed ezeket a bűneinket, és meg akarsz szabadítani tőlük. Hadd legyen ez a mai nap is ennek az alkalma. Készíts nekünk ma csendet, és segíts itt most igazán elcsendesedni előtted, neked térdet és fejet hajtani, előtted feltétel nélkül magunkat megnyitni, és készíts csendes időt, amikor eléd állhatunk, és engedjük, hogy beszélj velünk. Kérünk, Úr Isten, légy velünk ezen az Isten tiszteleten. Kérjük ezért a Te szent lelkedet, ő hasson bennünk, és tegye az igét üzenetté a mi szívünkben. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, mennyei édesatyánk, hallgass meg bennünket. Amen. Helyünket elfoglalva, ige hirdetése készülve énekeljük a 158. dicséretünk 4. versét. Utad van számtalan sok, Uram és eszközöd.
Drága testvérek, olvasom közöttetek, mint a mai igehirdetés alapigéjét, az imént felolvasott szakaszból, Jeremiás próféta könyvéből, annak az első fejezetének 5. versét. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. És mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Népek prófétájává tettelek. Eddig Isten írott igéje, foglaljatok helyet, testvérek. A januári hónapban lelkész testvéreimmel, szolgatársaimmal azt tűztük ki célul, hogy vasárnapról vasárnapra Isten szent lelkét segítségül hívva és abban bízva önmagunk megismerésére szeretnénk kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni. Biztosan emlékeztek rá, húsvét, új év utáni vasárnapon az volt a ige szakasz, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, mint amilyen jó dolga van a lelkednek. Hallottuk ezt János 3. leveléből. A múlt héten pedig az alapokról volt szó, hogy ha az alapok rendben vannak, akkor képesek leszünk jól építkezni, és ez mindenre igaz. Azonban, hogyha az alapokkal gondjaink vannak, akkor egyszerűen megreked a fejlődés, nem tudunk rá építkezni. Ez meg egy megkérdőjelezhetetlen tétel. Én a mai alkalommal 2 dologról szeretnék beszélni a felolvasott ige szakasz alapján, amelyek hitünk fejlődésében én azt gondolom, hogy elengedhetetlen fontosságúak, és kéz a kézben is járnak egymással, ez pedig az Istenismeret, valamint az önismeret. Igen, jól hallottátok testvérek, az egyik az önismeret, manapság rendkívül felkapott téma ez, mindenhol találkozunk vele, a magazinokban, tesztek formájában, beszélgetős műsorokban, közösségi oldalak bölcs gondolataiként jönnek szembe, hogyha egy kicsikét érdeklődőbbek vagyunk a téma iránt, akkor megtudhatjuk a külső fizikai jegyeink, a gondolkodásmódunk, a gesztusaink, úgy szoktuk ezt csúnyán mondani, hogy a nonverbális kommunikációnkban is nagyon sok rejtett információ van a személyiségünkről, és bizony az önismeretünkkel ez kéz a kézben jár. Az interneten temérdek videó van, cikk, tanácsadó, nevezzük őket mai nyelven coachoknak, akik előszeretettel válaszolnak arra a kérdésre, hogy ki is vagy te valójában. Milyen vagy? Hogyan ismerheted meg? Hogyan kutathatod ki a benned rejlő képességeket? Milyen lehetőségek vannak benned? Valójában mi a dolgod? Hol a helyed ezen a földön, ebben a világban? És tudjátok, a mai kor embere önmagát kereső ember, és az ő számára nagyon fontos kérdések ezek. Ad egyfajta stabilitást, megfogalmaz célokat, fejlődési irányokat mindannyiunk számára. És arra jöttem rá, testvérek, hogy az önismeret az nem csupán a pszichológiának lehet az útja. És hadd hozzak mellé egy gondolatmenetet itt zárójelesen még. Itt a szószéken, ahol most is állok, nagyon könnyű abba a hibába esni, hogy Isten igéjének magyarázata közben szép teológiai részletezésekkel az adott téma kapcsán hajlamosak vagyunk bemutatni önmagunknak magunkat. De a végén néha úgy jön le az ember a szószékről, hogy van bennem valami hiányérzet. Hogy az a bemutatott kép, amelyet Isten igéjét segítségül hívva megpróbáltam kialakítani, az egy kívüleső kép marad, amivel én sem tudok mit kezdeni, és valószínűleg ti sem tudtatok vele azonosulni. Ez azért történhet, mert időnként ebből hiányzik a személyes kapcsolat. De azt is nagyon jól tudom, hogy a ma embere pont erre a személyes kapcsolatra vágyik. Szeretne tisztábban látni. Szeretné magát jobban látni Isten előtt is. És nem éri be általános igazságokkal. A világ változik, benne mi magunk is folyamatosan változunk, és nekem az a meggyőződésem, hogy ebben az értelemben jó irányba tudunk fejlődni. És hogyha én komolyan veszem a hivatásomat, akkor nekem erre fokozatosan figyelnem kell az ige hirdetés alatt is.
Isten igéjét úgy kell, hogy hirdessem, hogy annak az üzenete tényleg a mai kor emberéhez hozzátok jusson el. Erre törekszem, erre törekszünk a kollégáimmal, és imádkozunk azért, hogy ezt a törekvésünket az Úristen áldása tudja kísérni. Szóval önismeret és Istenismeret. Az ige alapján és Jeremiás példáján keresztül azt az állításomat szeretném kifejteni, hogy a teljes és valódi önismeret az egyes egyedül attól függ, hogy mennyire ismerem én Istent. Mindezt jó református szokás szerint, ahogy látjátok is, három pontban szeretném kifejteni és összefoglalni. Az egyik az, hogy Isten jobban ismer engem, mint ahogy én ismerem saját magamat. Másodszorban beszélnem kell arról, hogy ahogyan Isten engem ismer, az sokszor teljesen szemben áll azzal, mint amit én gondolok önmagamról. Harmadik pontban pedig arra szeretnék kitérni, hogy hogyan tudjuk ezt az ellentétet, ezt az érezhető feszültséget valahogy feloldani, hogyan tudunk mindezáltal Istenhez közelebb kerülni. Első pontként Isten jobban ismer engem, mint ahogyan én saját magamat. Ez egy elég súlyos kijelentés, főleg, hogyha úgy hallgatjátok most ezt a mondatomat, hogy ritkán, vagy most először vagytok itt a templomban. Nagyon súlyos kijelentés ez, be kell vallani, hogy ott valahol mélyen úgy piszkálja, vagy egyenesen sérti a mi emberi önérzetünket. Egy komoly belső harc van a kijelentés mögött. Isten jobban ismer engem, mint ahogy én saját magamat. Hogy ismerhet valaki jobban, aki nem én vagyok? Hiszen ha valaki, akkor én napi 24 órában önmagammal vagyok, mindent tudok magamról, amit tudni lehet, gondolni szoktuk legalábbis, én is sokáig azt hittem, még nem mentem egy pár lépést előrébb az önismeret útján. Tegyük félre egy kicsit testvéreim sértődött önérzetünket, próbáljunk meg visszatekinteni néhány aspektusban az életünk eddigi szakaszaira. És hadd kérdezzem meg, hogy jutnak-e eszedbe olyan események, olyan helyzetek, amelyeket nem vártál, amikkel nem számoltál, és amely olyan viselkedést váltott ki belőled, ami még téged is igencsak meg tudott lepni. Amikor megszólalt benned a gondolat, hogy hát eddig nem is sejtettem, hogy bennem ilyen dolgok is vannak. Jön a felismerés, hogy hát tényleg ez vagyok én, képes vagyok ilyenre is. Erről eddig fogalmam sem volt. De honnan is tudhatom meg, hogy valóban ki vagyok? Azt mondja Isten Jeremiásnak a 4. versben, hogy mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. Mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. Arról beszél Isten, hogy régóta kapcsolat van Jeremiással. És ez a kapcsolat 3 fontos ige alapján képződik. Ki is van most oda vetítve? Isten és Jeremiás kapcsolatának az első szava az, hogy megformáltalak. Károli nagyon szépen fordítja, azt mondja, hogy megalkottalak. Máshogy fogalmazva, én vagyok a teremtőd, az alkotód. Ez egy egyoldalú kapcsolat, ahol ez az ige szerepel. Van Isten, akinek van egy terve, hogy teremtsen egy Jeremiást. Az a szándéka, hogy létrehozzon egy olyan valakit, aki korábban még nem volt. Egy konkrét kinézettel, tulajdonságokkal, érzésekkel. Más szóval azt mondja Isten, hogy azért létezel, mert én vagyok. És ebben a helyzetben, itt ennél a résznél még Jeremiás fizikailag nem létezik. Isten tervében van jelen. Azt mondja neki Isten, hogy már tudtam rólad, már kapcsolatban voltam veled akkor, amikor még nem is tartoztál ehhez a világhoz. Semmi közöd nem volt, sem a néphez, sem a családodhoz. Isten ezt úgy fejezi ki, hogy mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. Az, hogy ismertelek, talán azzal a szóval válik érthetőbbé, hogy kiválasztottalak. A tervezéssel, a formálással
egy konkrét feladatra tettelek alkalmassá. A teremtés, ahogy Isten megalkot, ahogy tulajdonságokat, erősségeket, gyengeséget, egy nemzetet, egy családot, és nagyon sok minden meghatároz az ember számára, az soha nem véletlen. Isten részéről ez mindig nagyon pontos és nagyon tudatos. A teremtés pedig mindig egy konkrét feladatra történik. Ezt a feladatot szoktuk mi egyházi nyelven szolgálatnak nevezni. A feladatra, egy szolgálatra való kiválasztás benne van Isten teremtésében, az ő tervében. És itt még mindig egyoldalú a kapcsolat, ne felejtsük el, mindig csak Isten tud Jeremiásról, és fordítva még nem. És a harmadik körben azt mondja Isten, hogy mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Itt nem arról van szó, hogy Jeremiás egy hétköznapi értelemben használt szent, egy bűntelen ember lett volna. Hanem ebben a kapcsolatban benne van az is, hogy egy konkrét feladatra lett elkülönítve. Nem céltalanul jött a világra. Isten okkal teremtette meg Jeremiást. Okkal adott neki életet. Okkal született meg arra a helyre. Visszatérve az eredeti kérdéshez, miért ismeri Isten jobban Jeremiást, mint ő saját magát? Mert amikor mindez, amit elmondtam, készen lett, ezek után adja őt a világnak, ezek után adja az anyja méhének, hogy tessék, most már megszülethetsz, tervem, célom van veled, mondja Isten neki. Mindez eddig bevezetés volt ahhoz, testvérek, hogy megtudja a próféta, hogy mire lett ő valójában elhívva és megteremtve, mi a feladata, ki ő valójában. Az önismeretünk része az, hogy mire vagyok én megalkotva. Mi a feladatom? Jeremiásnak azt mondja az Úr, népek profétájává teszlek. Az én történetem és a tiéd is sokkal hamarabb kezdődik, mint ahogy te azt gondolnád. Amikor Isten megtervezett, megálmodott, akkor már ismert és konkrét feladatra választott ki mindannyiunkat. Az ő történetén keresztül Isten üzeni, hogy tudom, hogy ki vagy, ismerlek téged. Én teremtettelek azért, hogy valamilyen feladatra alkalmas légy az én kezembe. Ebből pedig az következik, testvérek, hogy mindent tud rólunk Isten. Ezért mondtam, hogy jobban ismer bennünket, mint mi önmagunkat. Lépjünk egy lépéssel előrébb. Miután elmondta Isten Jeremiásnak, hogy pontosan tudjon, hogy te ki vagy, és hogy mire lettél teremtve, hát Jeremiásnak is volt mindenhez hozzáfűzni valója természetesen. Azt mondja neki, hogy ó, Uram, Uram, hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok. A Biblia magyarázók közül sokan úgy vélik, hogy Jeremiás ekkor olyan 20 év körüli fiatalember lehetett. Megélt már pár dolgot, ez vitathatatlan, kipróbálhatta magát többféle helyzetben. Valamennyire biztosan tudták, hogy mi az erősségei, mi az, ami nehezebben megy neki. Mondhatjuk azt, hogy úgy nagy vonalakban, mint egy 20 éves szokott, tisztában van önmagával. Amikor arról beszél, hogy nem értek a beszédhez és fiatal vagyok, akkor én nem azt szeretném megkérdőjelezni azt, hogy ő nem a valóságot mondja. Biztosan igaza van. De ezzel szemben Isten mást mond. Azt mondja, hogy Jeremiás, mielőtt megszülettél volna, én már úgy gondoltalak el téged, hogy te prófétai feladatra vagy kiválasztva. Ez lesz a dolgod, így vagy teremtve, hogy ezt te el fogod tudni látni. Jeremiás pedig magában néz, őszintén, és azt mondja, hogy bennem nincs meg az a képesség, hogy én ezt a feladatkört betölthessem. Egy jó kis belső konfliktus alakul itt ki. Isten azt mondja, hogy én formáltalak, én ismertelek, kiválasztottalak. Jeremiás azt mondja, de nem nekem való ez a feladat. Hát én tisztában vagyok magammal, alkalmatlan vagyok rá. Ez egy szembenállás. Ugyanannak a személynek van egy Isten által ismert oldala, meg van egy saját maga által ismert oldala. És jelen esetben ez a kettő szöges ellentétben áll egymással. Az egyik fekete, a másik fehér. Az egyik oldalon azt mondja, alkalmas, a másikon alkalmatlan. Az egyiken azt mondja, népek prófétája vagy, a másik oldal azt mondja, ilyenről szó sem lehet.
Kettő nincs szinkronban. Mit lehet itt tenni, testvérek? Kinek van igaza? Tudjátok, nekünk mindig van egyfajta elképzelésünk önmagunkról. Ismerünk olyanokat, akik tipikusan abba a kategóriába tartoznak, akik többet képzelnek önmagukról, mint amik. Olyan dolgokat gondolnak, amikkel nem rendelkeznek. Olyan szerepben próbálnak tetszelegni, amiben jól érzik magukat, de a környezetük közben szenved. Vagyunk így. Nem vagyok képes beismerni és elfogadni a határaimat. Inkább többnek tüntetem fel magam, mint ami a valóság. Áltatom magam. Van persze a másik oldal, a másik véglet, hogy valaki nagyon alulértékeli magát. Kevesebbet gondolok magamról, mint ami valójában bennem van. És hiába biztatnak, hiába lelkesítenek. Én nem hiszek senkinek. Nem vagyok hajlandó kimozdulni a kis magam világából. Az emberi értékelésünk az mindig önmagunkból indul ki. És nem azonos azzal, mint ahogy Isten lát bennünket. A saját értékelésünk az mindig töredékes. Mindig részleges. Töredékes ismeretekből próbál építkezni, és ennek meg is szokott lenni az eredménye. De ez nem azt jelenti, hogy nem tudhatok Isten nélkül a magam dolgáról. Vagy hogy nem jöhetek rá arra, hogy mi az, amiben jó vagyok. Mi az, amihez értek. Sokkal inkább azt jelenti, hogy amire Isten tervezett, amilyen feladatra lettem én megalkotva, azt Isten nélkül nem fogom tudni kikutatni. Azt mondja Isten, hogy nem a legtisztább és a legmélyebb önismeret, ahogyan te magadat ismered, ahogy te gondolkozol magadról, hanem ahogyan én látlak téged. Calvin azt mondja az Institúció egy részében, hogy viszont bizonyos, hogy az ember tiszta önismeretre csak akkor jut el, ha előbb Isten ábrázatát vizsgálja, és Isten belső szemléletéből tér az önvizsgálatra. Miről beszél itt Calvin, testvérek? Azt mondja, hogy a tiszta önismeretre úgy lehet eljutni, hogy először Istent kezdjük megismerni. Ez pedig azt jelenti, hogy az Isten ismeret megelőzi a tiszta önismeretet. Ezért lehet összeütközés a két képben itt, amit felvázoltam. Ezért lehet gyakran a saját életünkben is összeütközés ezzel kapcsolatban. Ha az Isten ismeret nem előzi meg az önismeretet, akkor a magamról kialakított kép ellenkezni fog sok ponton azzal, ahogy Isten lát engem. Szóval a helyes sorrend a következő. A teremtőt megismerve, magamat, mint teremtményt lássam meg. Akinél ez nem érvényesül, ott nincs igazi önismeretről szó. Lehet, hogy nagyon sokféle gondolatod van önmagaddal kapcsolatban, és lehet, hogy azt is érzed itt-ott, hogy ezek nem Isten gondolatai. De nem kell ilyenkor megijedni. Hogyha szeretnél úgy működni és azt csinálni, ahogyan Isten téged eltervezett, akkor ne az határozzon meg téged, amit tudsz, hanem vidd el mindent el Isten elé. Kérd, hogy mutassa meg, hogy mi az a terv, mi az az út, amit veled szeretne végigvinni. Ne félj elhinni, testvérem, hogy bármilyen dolgot, amit Isten elhatározott az életedben, azt ő végig fogja vinni, mert végig tudja vinni. És van egy harmadik pont, amiben már egy kicsit úgy bele tértem, de hadd hozzam ide külön, hogy hogyan tudom én ezt a képet elfogadni, ahogyan Isten lát engem, hogyan tudok hozzá egyre közelebb jutni. Azt mondja itt az ige, az Úr azonban ezt mondta nekem. Nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek. Hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek és megmentelek. Így szól az Úr. Aztán kinyújtotta a kezét az Úr, megérintette számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igémet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Jeremiás megtudta Istentől, hogy a születése előtt megformálta, ismerte, megszentelte, prófétává tette. És ezt a képet, ahogyan őt Isten látja, ezt kell közel vinni a prófétához.
De egészen olyan közel, hogy elkezdje önmagát is így látni. Hogy ne az határozza meg őt, ahogy eddig fiatalként ő önmagáról gondolt. És Isten lépéseket tett ezzel kapcsolatosan. Először is adott neki egy ígéretet. Ne félj tőlük, mert én veled leszek és megmentelek. Másodszor pedig Jeremiás konkrét, személyes élményt, tapasztalatot kap. Azután kinyújtotta a kezét az Úr, megérintette számat, és ezt mondta nekem az Úr, én most a szádba adom igémet. Szóval ígéret és tapasztalat. Istennek van egy konkrét ígérete, ami elsősorban az észnek szól. Hogy ő népek prófétájának van teremtve. Hogy Isten akaratát közvetítse a népeknek. És ez azt is jelenti, drága testvérek, Jeremiás szemszögéből, hogy az Úr azt mondja neki, hogy tudd meg, hogy időnként bajba fogsz kerülni. Nagyon nehéz eseteket kell majd kiáld az én igazságom mellett. De tarts ki és tudd, hogy a te életed az én kezemben van. Lesznek próbáid. Prófétai életedben igen kemény harcok. De folyamatosan észben kell tartanod, és vissza kell emlékezned arra, amit mondtam, ne félj tőlük. Az átélt esemény, a személyes tapasztalat pedig a próféta szívének szól. Az a személyes dolog, amit átélt Jeremiás, őt alapjaiban tudta megváltoztatni. Isten érintése után már nem az lett, aki előtte volt. Mert az Istennel átélt személyes tapasztalat onnantól az egész életét meghatározta. Ez kell az önismeretünkhöz, testvérek. Személyes tapasztalat, átélés. Én beszéltem már nektek arról, hogy hogyan hívott el engem az Úr. Személyes tapasztalat volt, ami elemi erővel hasított belém. Megértettem akkor, hogy hirdetnem kell az igét. Hogy fedni, inteni, biztatnom kell, türelemmel és tanítással. Ez történt 14 éve, és nem volt az elmúlt 14 éve egy sétagalopp. Ezért nap mint nap meg kell küzdeni. Van, amikor sikerül, van, amikor nem sikerül. Ezúton is bocsássatok meg, ha nincs elég türelmem vagy szeretetem olykor. Megérteni Isten tervét nem azt jelenti, hogy onnantól akadálymentessé válik az útunk. Hullámvasút az életünk akkor is, de az meg van alapozva. Sokat küzdött Jeremiás is. A 20. fejezetben számon is kéri Istent. Azt mondja neki, rászedtél, Uram, én meg hagytam, hogy rászedj. Mégis 40 éven keresztül prófétája volt Istennek. Mert Isten folyamatosan meg tudta őt erősíteni. Megértette vele élete célját. És ő az egyetlen, aki meg tud tanítani, hogy úgy gondolkodjunk, hogy te is úgy gondolkodj magadról, ahogyan ő lát téged. Ma is munkálkodik közöttünk. Itt van az ő lelke által. És a lélek egyedül, aki meg tud minket világosítani. Hogy tudja, hogy Isten előtt te már akkor is ott voltál, és akkor is ismert téged, amikor még senki más nem tudott rólad. Azt mondja, hogy egy konkrét feladatra formált, amihez minden tehetséget megadott neked. De csak akkor fogod ezt megismerni, hogyha ő megvilágosít, hogyha elfogadod az ő szavát, vezetését, ígéretét, hogyha személyesen megtapasztalhatod. Én kívánom, testvérem, hogy erősítsen meg téged, mindannyiunkat, hogy ne fáradjunk ebbe bele, hogyha megtaláltuk az utunkat. És hogyha még keressük, ha még nem tudjuk, hogy hova hívott el és mire hívott el az Úr, akkor pedig adja meg az Isten, hogy minél hamarabb a miénk, a tiéd lehessen ez az út. Ezért imádkozzunk csendes imádságban. Amen.
Áldott az Isten, aki meghallgatja imádságaink szavát. Amen. Feleljünk, drága testvérek, az Úrtól jövő üzenetre. Énekeljük a 158. megkezdett dicséretünk 5. és 6. versét. Az 5. vers így kezdődik: Bízzál, bánatos lélek! Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, dicsérjük, áldjuk és magasztaljuk a Te szent nevedet, mert Te ma is személyesen szólítottál meg bennünket. Megvalljuk előtted, hogy Te sokkal jobban ismersz, mint mi önmagunkat. Átadjuk így neked életünket, hogy használd azt a Te dicsőségedre. Adj ehhez alázatot, türelmet és szeretetet mindannyiunknak, azért, hogy megláthassuk és megérthessük valódi küldetésünket. Kérünk, Istenünk, bocsáss meg nekünk, amikor Jeremiáshoz hasonlóan mi is ellenkezünk akaratod ellen, amikor nem a kijelölt úton haladunk, még annak ellenére sem, hogy tudjuk, hogy Te a legjobbat tartogatod nekünk. Istenünk, gerjeszt fel bennünk még jobban az irántad való bizalmat. Adj nekünk bölcsességet, ha tudjunk a mai napon is, és az előttünk álló héten egyaránt téged szolgálni. Szólj hozzánk és vezess bennünket, amikor elcsendesedünk, amikor igédre figyelünk, amikor munkánkat végezzük, és amikor a családunkkal tölthetjük időnket. Kérünk, hogy áldj meg bennünket, közösségünket és gyülekezetünket egyaránt. Külön imádkozunk azokért, akik nem lehetnek közöttünk. Gyógyítsd a betegeinket, vigasztald és légy ott a szomorúakkal, a magányosokkal. Kérünk, Istenünk, hogy légy jelen a gyászolók, az emlékezők életében, azokéban, akik ezekben a napokban álltak vagy fognak megállni a ravatal mellett. Segíts hordozni a terheket és enyhítsd fájdalmaikat. Szent Háromság Isten, ne a mi érdemünkért, hanem fiad érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem nektek az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Amen. Foglaljátok el helyeiteket, testvérek, és hogy tudjunk közös dolgainkról, hallgassuk meg a hirdetéseinket. Kedves testvérek, alkalmainkat hirdetem. Ma 17 órai kezdettel istentisztelet lesz, az ökumenikus imahét záró alkalma, a helyszín a baptista imaház. Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 4-9 órakor ima közösséget tartunk a lelkészi hivatalban. Szerdán szintén 4-9-től áhítatot tartunk a fűtött gyülekezeti teremben. Szerdán Isten hozott bibliakör lesz a gyülekezeti teremben. Pénteken 10 órától bibliaórát tartunk a lelkészi hivatalban. Szeretettel hívogatjuk a testvéreket Mucsi András presbiterünk könyvének könyvbemutatójára. A könyv címe Szegedi Kis István, az Úr követe egy széteső országban. A könyvbemutató január 26-án, csütörtökön 16:30-kor kezdődik. A gyülekezeti terembe várjuk az érdeklődőket, ahol könyvvásárlásra is lehetőség lesz. Szintén csütörtökön, a könyvbemutatót követően presbiteri gyűlést tartunk a lelkészi hivatalban. Hirdetem, hogy az istentiszteletek ideje alatt a gyerekeket átvihetik a fűtött gyülekezeti terembe gyermekmegőrzésre, és amíg a gyermekek játszanak, a szülők az istentiszteletet élő közvetítéssel követhetik. Kérjük, ha lehetséges, a gyerekek hozzanak váltócipőt. Hirdetjük a testvéreknek, hogy ezen a vasárnapon és a következő vasárnapon is kihelyezésre kerül a főbejáratnál gyülekezetünk választói névjegyzéke. Kérjük a testvéreket, hogy az alkalom után vagy bármelyik hétköznapi, hivatali időben az irodában tekintsék ezt meg, lehetőség van átnézni a listát. Ha bárki bármilyen hibát, elírást találna benne, akkor nyugodtan jelezze a lelkipásztoroknak, illetve Gyapjas Andrea kolléganőnk felé, hogy január 31-re minden név és adat helyesen szerepelhessen rajta. A választói névjegyzéken azon testvéreknek kell szerepelni, akik meg vannak keresztelve, konfirmált egyháztagok, rendszeresen látogatják alkalmainkat, úrvacsorával élnek, illetve részt vesznek a gyülekezet anyagi terheinek hordozásában. Szeretettel jelezzük a testvéreknek, hogy a következő héten megkezdődik a templomkert kiszáradt fáinak a kivágása. Természetesen minden kivágott fa helyére tavasszal újakat ültetünk. Alkalmaink továbbra is megtekinthetőek, élőben is a gyülekezet YouTube csatornáján, Békési Református Gyülekezet néven, amelyet a Facebook oldalunkról is elérhetnek a testvérek. Iratterjesztésünk asztala megtekinthető a főbejáratnál, ahol megvásárolhatók sajtótermékeink. Az évelei leltározás alatt összegyűjtöttünk akciós, illetve ingyenesen elvihető könyveket is. Érdemes őket átböngészni az alkalom után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Testvérek, a mai vasárnapon ünnepeljük nemzeti imádságunknak, a himnusznak a 200. évfordulóját. Az Egyházmegyei Tanács kezdeményezte, hogy az Egyházmegye gyülekezetei 23. január 22-i vasárnap délelőtt Isten tisztelet keretében emlékezzenek meg a himnusz születésének 200. évfordulójáról. Továbbá az Egyházmegye Tanács bátorítja a gyülekezetet,
hogy a január 22-i ünnepi istentiszteleten énekeljék el a himnuszt a 130. Zsoltár dallamára. Nem véletlenül választottuk a 130. Zsoltárt fennálló énekként, ugyanis eredetileg erre a dallamra született nemzeti imádságunk. Én szeretettel kérem most fel Gellé János tanár urat, egyházközségünk főgondnokát, hogy osszon meg velünk néhány gondolatot ennek kapcsán, mely gondolatsornak a gerincét Bagita Attila mezőberényi főgondnok írása adja. Ezt pedig majd a záróének és az áldásvétel előtt közösen fogjuk elénekelni a himnuszt is. Átadom a szót, főgondnok úr. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, kedves barátaim! A címe annak, amit most el akarok mondani, csak annyi, hogy 200 éve született a himnusz. Csak ugyan nyilvánvalóak rajtunk az Isten pártfogás jelei, mert anélkül saját bűneink következtében már régen el kellett volna süllyednünk, de a hatalmasnak béketűrése még el nem fogyott. Kölcsei szavait idéztem. Himnuszunknak már a versformája sajátos, azaz sajátosan magyar. Egyrészt felidézi Szent Simonnál Arbert Zsoltár fordításainak formáját és versmértékét, kivált kép a 130. Zsoltár, amit énekeltünk is, te hozzá teljes szívből kezdetűt. Másrészt pedig ezen a 7-6-os szótagszámon eluralkodik az értelmi hangsúly, a magyaros ütemezés vagy tagolás. Ez a magyaros ritmus, mint a kanásznóta vagy kanásztánc ritmusa kerül be a verseny szakirodalomba, megismerni a kanászt cifrajárásáról bizonyára mindenki ismeri. Vagyis kölcsé a nemzeti imádsághoz a himnusz műfajától távolról sem jellemző magyaros versformát választott, s ha már a himnuszt, mint műfajt említettük, mindenképpen megjegyzendő, hogy nemzet imádságunk hymnus eukritikos, azaz könyörgő ének. Minden alázata ellenére a büntetés súlyosságát panaszló Istennel már-már szinte perlekedő hang, azonban ha úgy olvassuk a hymnuszt, mint védőbeszédet, akkor ez a perlekedés is értelmet nyer. Ugyanis Kölcsey lélekben visszahelyezkedett a reformáció századába, s mint egy paraklétoszként, közben járóként nemzeti ügyét képviseli, védelmezi Isten előtt. Ebből következik, hogy a költő, aki tehát egy 16. századi prédikátor alteregója, csak közvetve szól nemzetéhez, forma szerint Istenhez kell beszélnie, előtte kell védelmeznie bűnös nemzetét. E visszahelyezkedésből következik az, hogy a himnusz történelmi képsora megáll a török hódoltság koránál. Az előadásban a múlt képei sem követik a történelmi sorrendet, honfoglalás, Mátyás dicsőséges uralkodása, majd ezután a tatárjárás s a török. Szintén a védőbeszéd jellegéből következik az, hogy a legvégzetesebb nemzeti hibánkra, a széthúzásra, a pártoskodásra nem mind bűnre, hanem mind büntetése hivatkozik. Világos, hogy mindenek előtt csak a védelem érdeke követelte ezt meg. Ez olvasott magyarázatot ad a liturgikus himnuszoktól való eltérésre, és egyúttal megvilágítja az összefüggést, amely a klasszikus retorikai hagyományok, amely Kölcsey nemzedére is jellemző volt, és a Biblia hagyományokra épülő Zsoltár vagy himnusz között van. Kölcsey így minden összefügg, mint egy összefonta a szakrálist és nemzetit, joggal vált tehát a 20. század elejére himnusz nemzeti imádsággá. És most engedjetek meg néhány keresetlen gondolatot. Bizonyára ismeretes előttetek, hogy a személykultusz idejében Rákosi Mátyás
ahogy szegény édesapámtól hallottam, igazságtalan Mátyás, magához rendelte Ijés Gyulát, mint nemzeti költőt, és Kodály Zoltánt, mint ugye nagyon-nagyon híres zenes szerzőt, és azt a feladatot adta nekik, hogy írjanak egy himnuszt. Hiszen nyilván neki nem nagyon tetszett az, hogy a himnuszunk Istennel kell, Isten áld meg a magyart. És mind a ketten azt a választották meg a nagyhatalmú úrnak, hogy nem kell himnuszt írni, mert már van egy himnuszunk. Még egy gondolatot engedjetek meg. Jó néhányszor tanítottam, jó néhány évtizeden keresztül a himnuszt, és talán az egyik legfontosabb dologra hadd hívjam fel a figyelmeteket, ami, mivel az utolsó verszakot nem szoktuk énekelni, az első és az utolsó verszak különbségében mutatkozik meg leginkább. Isten áld meg a magyart jókedvvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart a küzd ellenséggel, balsors, akit régen tép, hoz rá vígesztendőt, megbűnhődte már a nép a múltat s jövendőt. Miután egy történelmi képet vagy képsort tár elénk a költő, és ez meglehetősen pessimista, az utolsó verszak így kezdődik: szánd meg, Isten, a magyart, kit vészek hányának, nyújts feléje védőkart tengerén kínjának. Balsós, akit régen tép, hoz rá vígesztendőt, megbűnhődte már a nép a múltat s jövendőt. Utolsó gondolatként, nemzeti imádságunkat olvasva, énekelve, mi kései utódok a történelmi visszatekintésben ott érezzük világost, Trianont, ott érezzük az elveszített háborúinkat, levert forradalmainkat és azok brutális megtorlásait, a kínzó rabság könnyeit, a holtak vérét. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen, főgondnok úr. Végezetül Isten tiszteletünk végéhez közeledve záró énekünket szeretném mondani. A 158. dicséretünk 7. utolsó versét énekeljük. Ezt követően külön bemondás nélkül nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük, ezúttal a 130. Zsoltár dallamára, és ezt fogja követni majd Isten áldásának elfogadása. A 158. dicséret utolsó verse így kezdődik: ő megcselekszi végre velünk azt, ami jó.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Foglaljátok el helyeteket, testvérek, és még a szolgálattevők kivonulnak a főbejárathoz. Énekelje a gyülekezet a 774. dicséret első két versét, csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.